Tiszteli tisztelettel köszöntök mindenkit hagyományos családi jótékonysági bálunkon. Ezt a jótékonysági rendezvényt már évek óta a Mosonyi Egyházközség a Szent Lázár Alapítvánnyal együtt szervezi. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Pap János képviselő urat és feleségét, aki a kezdettől fogva megtiszteli bálunkat jelenlétükkel. Üdvözlöm az anonimus zenekart, akik szintén kezdettől fogva szolgáltatják a táncot és a jó hangulat volt a zenét. És pedig kérem, hogy nézzük meg a Mászvirágok színpadi tánccsoport első számát. Szigeti Gábor táncpedagógus tanította be a táncot a lányoknak. Szociális helyzetben élő idős emberek karácsonyi megajándékozása. Ismét eltelt egy esztendő, és megint összejöttünk, hogy jól érezzük magunkat, örüljünk egymásnak, s főképp azért, hogy karitatív célunkat megvalósíthassuk. Tudjuk, az Úr szereti a jókedvű adakozót. Az elmúlt esztendő sajnos nem hozott kedvező változásokat, nem volt hiány olyan eseményeknek, melyek következtében tovább sokasodtak a segítségre szoruló. Elég, ha az Erdélyt Mátra alját több ízben sújtó árvizekre gondolunk. Tovább nőtt a munkanélküliség, a gyógyszerárok, közüzemi díjak növekedtek, és
ezek elsősorban az időseket, betegeket, rossz szociális körülmények között élőket sújtotta, és növelte a leszakadók arányát. Közös a felelősségünk, hogy mi, akik még, vagy már abban a helyzetben vagyunk, hogy segíthetünk, tegyünk meg mindent, hogy rászoruló embertársaink sorsa elviselhető legyen. A vendégek között sok ismerős arcot látok, akik hűséges támogatóként évről évre megtisztelik rendezvényünket, és karitatív céljaink segítői. Azok az emberek tudnak igazán szeretni, akik nem önmaguk beteljesülését harcolják mindenáron, hanem vállalják embertársaik szolgálatát. A karitatív munka olyan sokféle lehet, mint amilyen sokfélék vagyunk, mi segítők. Köszönet minden segítségét, mely rászoruló embertársainkat támogatja bármódon. Köszönet a bár szervezőinek, Németh Nievitnek, munkatársainak, tombolatárgyak adományozóinak, sütemények elkészítőinek, minden kedves vendégnek, és mindenkinek, aki bármi módon támogatója volt a rendezvénynek. Végezetül hadd idézem Horfa István Pohár című verséből a befejező sorokat. Add Uram, hogy úgy adhassak, amit erőmből tudok, s Te adj Uram, mások által, hogyha néked fordulok. A sok szép tombolatára a figyelmüket felhívva kívánok kellemes szép estét mindenkinek is. Örülök, hogy ilyen szép számban vagyunk itt, és örülök az ifjú arcoknak. Sok fiatal van, ez a jövőnek a reménye. Ősz a jótékonysági válók ideje. A kellemes összekötjük a hasznossal. Személyi felelősséget érzünk az idősek, egyedülállók, betegek és szolgálatot végzők iránt. Nem hárítjuk a kötelességet az államra, hanem a magunk szerény módján segítünk. Kellemes az együtt eltöltött este. Jobban ízlik a falat, ha mások is esnek, és másoknak is jut általunk. Jézus példáját követjük, aki ahol csak megfordult, jót tett. Hasznos a bál mindannyiunknak, átélhetjük az összetartozás és az adás örömét, valamint a kapás örömét is az értékes tombolatárgyak megnyerése révén. Családi bálra jöttünk. Öröm látni a családokat. Lukács László piarista író mondja, létünk az együtt létben válik teljessé. A világ egyre személytelenebb. Fizikailag ugyan közelebb kerültek egymáshoz az emberek, de lelkileg távolabb. Fontosak a személyes kapcsolatok az Istennel, a szülőkkel, a hitvessel és a gyermekekkel. Az együttélés nem kényszer, hanem ajándék. Hitünk alapja, hogy Isten szeretetből teremtette a világot, a felebaráti szeretetet kell megélnünk a hétköznapokban, és a végső szeretet felé tartunk. Halandóságunkból a szeretet léptet ki minket. Jézus arra kér, maradjatok meg szeretetemben. Michelangelo szerint a szeretet az a szárny, amit Isten adott az embereknek, hogy hozzá repüljenek. Balthazar pedig azt mondja, amikor két ember szereti egymást, a föld sorsa változik meg. Tegnap ünnepeltük Turi Szent Márton, aki fél katonai köpenyét adta az idergő koldusnak. Álmában azt látta, hogy Jézus vállán van a köpenye. Megértette Jézus tanítását. Amit egynek tettetek a bennem bízó kicsinyek közül, azt nekem tettétek.